Olyan élet az övé, amiről titkon talán mindannyian álmodunk. 40 évig fotózta Hollywood sztárjait és sztárjelöltjeit. Nem is értem, hogy kalandos életéből és összehasonlíthatatlanul eredeti személyiségéből miért nem készült még film. Szipál Márton fotóművész van itt, aki ragaszkodott a tegezéshez, amit ezúton is köszönök. Te mindenkivel tegeződsz? Mindenkivel, megmondom őszintén, utolsó 30 évig én nem beszéltem magyarul. Svéd és amerikai feleségem volt, hát barátaim néha fölhívtak, de nem is az a baj, én nagyon jól beszélek magyarul, de hogy mi, szeretek tegeződni, ez az oka, mikor hazajöttem és elkezdtem önözni embereket, rögtön megkérdezték, ugye maga nem élt itt? nem jött ki nekem. Nem. De neked a lényedből is fakad ez, nem? Tehát annyira barátságos, laza, közvetlen ember vagy, hogy nem is tudlak nagyon elképzelni úgy, hogy te úgy magázódnál bárkivel is. És még már nem tudom, kit lehet tegelni, kit lehet magálni, kit lehet önözni, kit lehet tessékkel. Úgyhogy rájöttem, hogy én vagyok az idős, én megkérhetek bárkit, hogy tegez vissza. Ha én lennék fiatal és te idős, akkor már az kellemetlenebb lenne. Ezúton is köszönöm. Aki téged egyszer meglát, az biztos, hogy nem felejt el. Olyan egyedi jelenség vagy, hogy ez hihetetlen. Nekem ez különösen tetszik, ez az extremitás vagy extrém ruházat. Ez miből fakad szerinted? Ez valami feltűnési viszketegség? Ez egy betegség az nálam. Én megmondom őszintén, ez nagyon sokat számít, hogy volt az ember nevelve. Az anyám egy nagyon jó művész volt. Én nem emlékszem rá, mert akkor még 2-3-4 évesek voltunk. Olyan, ő tervezte a mi ruházatunkat, a pizsamámra emlékszem, de csak fényképről, hogy rózsaszín parhet, kék selyem kafling, kék selyem kalá, minden. Megadtad a módját már akkor ez is? Ez akkor megadtam, az anyám megtanított, ez a szép. Tulajdonképpen a fényképés az a fontos, hogy meglátszom, hogy mi a szép. Én nem hiszek sokat a nevelésbe, de azt hiszem, hogy az apám is, anyám is nagyon jó művész volt, és lehet, hogy valami ragadt rám is. Innen jöhet nálad ez a nagyvilágiasság, vagy ez a fajta ízlésesség? Vagy esetleg te ilyennek születtél? Ezt megtanultad? Az Ardi Leng azt mondta, hogy ő a szkizofréniára mondta, hogy az a szerencsétlen konstellációja a géneknek. Hát nekem lehet, hogy szerencsésebb volt a konstellációm. Nem tudom miért, megmondom őszintén. Én nem nagyon hiszek nevelésbe se. Én nevelésbe se nagyon hiszek. Megkérdeztem az unokaöcsémet, aki a szegedi piaristáknál rendfőnök, ő épített a templomot, ott minden. Mondom, tudja, a nevelés, amit itt tanítotok meg otthon, minden, megváltoztat egy ember karakterét? És hogy természetesen. Mondom, mennyit? Azt mondta, hogy ennyit. Épp, hogy csak minimálisan. Gyakorlatilag te akkor annak gyakorlatilag, a pártján, hogy ahogy aki, születik. Amilyennek szerintem születik. Mind genetik szerintem, hogy viselkedünk. Jampecnek hívtak már Debrecenbe is? Parancsolsz. Az volt a neved, hogy Jampec? Tehát már akkor is Debrecenbe? Köszönöm szépen, hogy így visszaemlék. Sose felejtem, mert az egy, a Pálfi Józsit ismered, ő volt bemondó itt. Hát annak a barátja meglát, ők írtak rám egy cikket, hogy milyen Jampec vagyok, és meglátott a strandon, fürdőruhába. Rám néz a vadas, szia, kurva élet, bocsánat. Az mondja, hát te egy pucérnős Jampecnak nézel ki. Tehát te már egész fiatalon, nem csak a pizsama esetében, mindig törekedtél arra, hogy egy picit szobálytalan, a kicsit házba a volt hétköznapi a szabó, én mondtam meg, hogy a galéria milyen hosszú legyen, milyen széles legyen a reverje, és meg is csinálta nekem. Sőt, egyszer hazaküzdött egy almazöld, kétsoros zakót, és 20 gomb volt a hátán. Azt mondta, ilyen senkinek nincs. Persze le kellett vágnom a gombokat, de nagyon nevettem rajta, nagyon jó papapali volt. Édesapád első rangú fotóművész volt, királyi és császári fotós. Mindent elkövetett, hogy belőled fotóst faragjon, de te a jóistennek se akartál az lenni. Nem láttad elég izgalmasnak? Nem úgy izgalmasnak, hanem nem is törődtem veled. Ne felejts el valamit. Ez akkor nőttem föl, mikor volt ez a világ depresszió, amikor milliomosok ugrottak ki Amerikába a high-rise-okról. A 29-es világválságra gondolsz. Akkor nem volt egy ilyen nagyon jó üzlet, szerencsét. Amikor fölnőttem, az anyám azt mondta, a szegény apád majdnem minden elsőn félbe akarta lőni magát, olyan rezsink volt. Akkor 100 pengős viccel, az ember könnyen viccel. Ami lakbérünk 1000 pengő volt. Tehát úgy látod, hogy ez nem egy egzisztenciálisan megtérülő szakma?
Ó, no, mi nagyon jól éltünk, két cseléden nőttem föl, volt 6 alkalmazott. Ez volt a tragédia, hogy annyira leállta a biznisz, mint ami most itt. És ezt nem lehetett csak úgy elmenni onnan. Ez volt Magyarország egyik legjobb stúdiója, egy napoli stúdió. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először ez benned átfordult, és azt mondtad, hogy igen, te fotós akarsz lenni? Igen. Igen, amikor a mennyasszonyommal megbeszéltük, hogy mind a ketten orvosok leszünk, és de mondom, ki keres pénzt? Mondom, tudod mit? Menj el te orvosnak, én meg azért nyitok egy fényképész üzletet, és én meg keresem a pénzt. És én tényleg megnyitottam az első üzletemet, és kérdezte apád, és honnan fogsz kuncsaftokat keríteni, és mit fogsz fényképezni? Hát én mondtam, hogy kigyom a kirakatomba, színészeket ingyen fényképezek. Szóval meg vagy te hűlve, színészeket akarsz fényképezni, az mind dilis, és aznak nincs pénzük. De kiírtam, és a Zenteferitől kezdve a Mensároson keresztül rajta, ezeket én mind fényképeztem, mind a legjobb haverjaim lettek, és képzeld, Debrecenben a leghíresebb színészek ki vannak a kirakatba, rögtön jöttek. Jó, hogy kitetted a kirakatba, és rögtön ez csaliként. Jó csali volt. Ugyanilyen mászni volt Amerikában is, ez teljesen véletlen, azt, hogy én John Wayne-t elhívom, hogy lefényképezzem, hát olyan nincs. És volt egy közös ismerősünk, aki a feleségéről akart egy egész könyvet, egy divattervező, és ő ismerte a munkámat, és ő beajánlott a feleségének. És egy egész napig fényképeztem egy egész könyvre valót, nagyon, nagyon tetszett nekik, és közben a John Wayne kijön a szobájából. Sejem zakóba, sejem ink, sejem mi. Hát én sose láttam John Wayne-t, így felöltözve, mindig csak koszosan. És akkor mondtam, hogy foglaljon helyet szednék éppen. Ó, szóval nyugodtan. De az angolom még olyan rossz volt, hogy ez akkor volt, amikor megnyitottam az üzletet, hát minden számított, de az angolom még van. És én meg akartam neki mondani, hogy én nem egy ilyen hollywoodi képet szeretnék róla csinálni, hanem olyat, mint egy gentleman. És édesem, belugrott, én egy gentleman vagyok! És azt hittem, hogy megpofoz. De aztán megmondtam neki, hogy az én amerikai, vagyis angolom még nem olyan jó, és utána nagyon jóval lettünk minden. És ez volt a szerencsém, 2 méteres képet kitettem a kirakatba, és aki John Wayne-t lefényképezi, az nem lehetett rossz. Hát nem is voltam rossz, de ez nekem nagyon sokat segített. Honnan tudtad te Amerikába, hogy hogyan kell bánni az ilyen fajsúlyú világsztárokkal? Tehát meddig mehetsz el? Mi a jó hangütés? Milyen megközelítési pontok vannak egy ilyen ember esetében, hogy gyümölcsöző legyen az együttműködés? Én nem vagy udvariasabb semmi, mindig ugyanolyan vagyok. Ösztönösen csináltad? Ez ösztönösen csináltam, és engem mindenki szeretett ott is, és itt is, hogy hazajöttem, úgy féltem, hogy itt... Nem, itt is mindenki engem szeretett. Valaki megkérdezte tőle, Martin, téged miért szeret itt Pesten mindenki? És azért rosszat nem beszélnek rólad, kivéve a fényképészek. Mondom, én is mindenkit szeretek, és én nem beszélek senkiről rosszat. Ezért szeret mindenki. Nem lehet az, hogy ez a rendkívül fényes amerikai karriernek az egyik fő szempontja ugyanez? Tehát azon túl, hogy borzasztó tehetséges voltál, egy végtelenül szeretetreméltó bűbájos pali vagy, aki mindenkivel megtalálod a közös hangot? Lehet, mindenki azt mondta, hogy nekem van valami kisugárzásom. Ezt tanúsíthatom. Én soha nem udvaroltam, és ötször nősültem, és voltak nagy szerelmi ügyeim, de én senki nem, sose udvaroltam, ez mindig úgy összejött. A nők mentek rád? Tehát ők akartak téged új a köré csavarni? Össze, én nem akarom azt mondani, hogy rám jöttek, de ó, rengeteg ajánlott minden, de én megmondom őszintén, minden héten legalább 2 csaj bejött, amit nem láttál olyan klassz, olyanok klasszak. Martin, csak egy kép, de nincs pénzem, csak egy kép, amit akarsz. Hát megmondom őszintén, én se prostitúcióban nem voltam, se fordítás, nem voltál megvesztegethető ilyen formán? Nem csáboltál? Bocsánat, hazudtam, tévedtem, mert volt egy partnerem az elején, és azt mondta, hogy az Amerikában szokás, hogy egy fekete prostitúcia nem még el, nem lesz szerencséd. Hát én mondtam, ez egy hülyeség, de aztán majd én fizetek. Hát tényleg ő fizetett, és majdnem egy órát eltöltöttem egy fekete csajjal, és akkor elköszöntünk, azt mondja, Martin, ilyen jó időm még nem volt, ilyen jót nem dumáltam még senkivel egy óra hosszat, érted? És elmondtam neki a sztorit, hogy miért vagyok itt, és majd meghalt a nevetésétől. Én meg azt hittem, hogy az a típus voltál, aki ezeket a kínálkozó alkalmakat meglehetősen jó hatékonysággal kihasználta, szóval nem csak lencsevégre kaptad ezeket a hölgyeket. Ó, no, én kuncsaftok, vagy én társaságban ismertem. De annyi gyönyörű nő vett körül.
Nem volt benned az, hogy... Édesapám, nem tudom, hogy itt Magyarországon ez mennyire van elterjedt, de most a legutóbbi pszichológiai kutatásodnak is helyezték, hogy ez szagra megy. Hogy valaki... Szagra? Szagra. A feromont. Úgy, mint az állatoknál. Ez vagy megy, vagy nem megy. Sőt, a múlt héten láttam, hogy akinek ilyen hosszú a gyűrű súlya, azok rengeteg feromontja van, de én nem tudtam. És azt tudtam, hogy te mindig ment alá, nem kell harcolni senkiért. Hát megett a fene a harcolni. Téged választottak? Nem te választottál? Mindig a nők választanak, hidd el, én öreg szivar vagyok, én tudom. Mindig a nők választanak. Ha te választasz, annak vége van két hét múlva. És neked mi volt a zsánered? Gyönyörűbbnél gyönyörű nők vettek. Ez egy rossz kérdés megint. A régi pszichológia azt tanította, hogy a gyerekkorod, fiatal korodban szexet csinálsz magad, érted? És elképzelsz magad egy kövér, fekete hajú nőt, az lesz a típusod, vagy egy sovány, szőke, kékszemű nőt, az lesz a típusod. Ezt tanította a pszichológia. És most mióta kémiailag minden dolgot ennyire meg tudunk állapítani, megállapították, hogy egy belülünk kisugárzó begyi anyag, a feromont, az vonza az embereket. A férfit a nőhöz, nem a kinézés. És ebből tudod megmagyarázni, hogy néha egy borzalmas kinézésű csajnak egy állati klasszpasia van. Vagy fordítva. Vagy fordítva. És ez nem véletlen. És ez nagyon érdekes, én textkönyveket olvasok, mert fényképészkönyveknek életemben nem olvastam el, de érettségi óta én csak pszichológiát és filozófiát olvasok, mert volt egy ilyen könyvünk a 8. pszichológia, filozófia, és én már akkor megállapítottam, hogy ez azért jó a kettő együtt, mert a pszichológia nem tud megmagyarázni, azt a filozófia megmagyarázza. Amit a filozófia nem tud megmagyarázni, azt a pszichológia megmagyarázza. De sokszor most az újabb időben egymás ellen vannak. Ugorva egy nagyot az időbe. Mert azért ott félbe maradt a történet, hogy egyáltalán te hogy kerültél ki Amerikába. Előtte még volt egy meglehetősen nagy kanyar, ugyanis dacára annak, hogy te borzasztóra rettegtél a haláltól és mindentől, ami a vér, vagy a vérrel kapcsolatos. Nem, ez nem honnan hallottad. Nem. De én végigcsináltam a háborút. Ezt akarom kérdezni, hogy mégis repülősnek mentél a második világháborúba. Holott a haláltól távol tartottam. Hazajöttem, a forradalom akkor kezdődött el. Én még életemben lelőni embert, halottat még az utcán se láttam. Hát ezért gondoltam, hogy miután nem volt vele semmilyen kapcsolatod, egy olyan pályára akartad adni a fejed, hogy repülőgéppel háborúba indulsz, hisz akkor volt a második világháború. Ó, hát én gyerekkorom óta repülni akartam. Az apám 10 éves koromban arcanatómiával gyötört. Világít. Hát és Kína konyhában a repülőgép szárnyát vágtam. Hát el tudtam képzelni, hogy végighallgattam az öreget. De meg kell köszönnöm neki, mert amit én most tudok, ő adta meg az alapot. És ezt Münchenbe tanulta, ahol a Munkácsi és a nem tudom, nagy magyar festők is mind ott. Barabás Miklós. Barabás példa. Ilyen barabás képen volt, és soha még semmit a feleségem nem vittek el, nem olyan jóban volt. Összes feleségem barát volt egymással. Nem semmit soha nem, de a barabás képre sajnálom. Gyerekkoromban így kiültem, és így néztem, és az anyám kikiabált a konyhából. Nézed a pucér, kurvát! És én esküszöm, nem a mellét néztem, hanem ahogy ő rám nézett. Én csak a szemébe néztem, és ez mind gyereknek is borzalmasan tetszett, ez egy zseniális. Ő is fényképész volt különben, a Barabás. Ő is fényképész. Rokon szakma, szokták ott mondani, a festőművészek és a fotóművészek között van valami kapcsolódási pont. Hát nincs kapcsolódási pont, nekem rengeteg festő festett az én képemből. Az én lakásomban van legalább 10 kép, 2 méteresek is, ami mind az én fényképeimről festettek. Csak én nem mondom, hogy nem akarom a bizniszt lerontani. Én el akarom ezeket majd adni. Azért te Magyarországon is már nagyon jól futó fotóművésznek számítottál. Miért disszidáltál 1956-ban? Többre vágytál? Ez úgy történt, nem tudom, honnan jöttünk haza, mert 3-an vezetjük a szövetkezetet, az Kitta Győző, a Veres Tomi és én, és összejöttünk valami miatt a feleségeinkkel, együtt jöttünk fel a lépcsőn. És a második emeleten valamelyik megszólalt. Nem mennénk ki Amerikába? És akkor mindjárt azt mondom, de igen! Na mondom, gyerekek, megyek veletek, fölmegyek a legjobb zakómért, az fontos. Fényképezni a vállamra tettem, és eljöttünk. Ők is hazamentek, senki a családból, senki nem tudta, hogy mi elmentünk.
Bécsből telefonáltunk haza, hogy itt vagyunk Bécsbe. De akkor te fölfogtad ennek a súlyát? Én megmondom őszintén, nekem nem volt az egész életem, hogy bármi történt velem, soha rossz nem történt. Hát azt mondtad, hogy voltál fogságban, azért az nem lehetett kellemes. De nagyon kellemes volt. Napló volt róla, és én semmit, egy manikürözött kézzel kövére jöttem haza. Mit kellett csinálnotok? Semmit. Tudni, találkoztam a legjobb barátom nagybácsiával, ő volt a fő orvosa az egész lágernek, és ő ezt megtudta. Tudni, kérdezte, hogy milyen állampolgár vagy, mondom, magyar. És milyen városban? Mondom, Debrecen. Azt mondja, a Szénességet ismered? Hát a Szénességet, ami volt a legjobb barátom. És akkor kérdezte a családot, hát én mindent tudtam róluk. Karonfogot, azt mondja, itt se fogsz többet dolgozni. És az orvosnőnek is nagyon tetszettem. Úgyhogy berakott engem olyan emberekhez, akik már haldokoltak, akiket a háború végén hazaküldtek először az oroszok. Ilyen, rosszabbul néztek ki, mint az auschwitziak, esküszöm, azokat hazaküldték. És akkor engem is beraktak közéjük, de mondta az orvosnő, hogy eddig betakart, hogy föl ne állj, semmi körülmények közt. De nem tudtam, hogy miért. És hozzám jött a százados, itt a fülébe sugott valamit, és akkor csak így csinált, tisztelget, és ment tovább. Mert én akkor fölállok, és megnézi, hogy az éppen nekem nem ilyen, mint ez, érted? Mind a ketten az orvosnőben mentünk volna Szibériába. Óriási szerencséd volt. Én nem tudom miért, de én nem is tervezek. Én nem is tervezek, minden bejön. Valahogy. Szerencse fia vagy? Én nem tudom ez a szó, mit jelent, de... De sors kegyeltje? Én nem is hiszek szabad akaratba, hogy ez én filozófiam. Én abba hiszek. Eleve el volt rendelve az, hogy Szipál Mártonnak, vagy Martínez Martinnak sikeresnek kell lenni? Ja, és én nem nagyon határoztam semmi komolyan, ez minden bejött. Az, hogy például a televízión egy csomót vagyok, ez a Lillának, a Vince Lillának a férje csinálta Szászné-ről egy riportot Amerikába. Csak volt a Szászné-nek a szülnapja, megkért engem, mert nagyon jóban voltunk, hogy a tortát én vigyem be hozzá minden, és akkor sose ismerem meg az arcát, de egy aranyos rász volt, és látta, hogy én milyen jó vagyok, csinált rólam egy egész órás sót, mielőtt még hazajöttem, akkor nem is tudtam, hogy haza fogok jönni, és meg akkor ismertek Magyarországon. De egy nagyon aranyos rász volt, amikor nem ismerte meg őt, és ez borzalom. Hát ennyi idő után szerintem ez megbocsátható. Változott, de mindenre emlékeztem akkor, mi történt. Sőt, mondtam, micsoda klassz inged van. Másnap kipucolva, sejempapírba, itt az ing. Na milyen ing? Hát na, mondtad tennap, hogy tetszett. Hát mondom, ezek a magyarok nagyon klassz emberek, de nem is tudtam, hogy ilyen klasszót csinál rólam. Nagyon jó klasszót csinált rólam Los Angelesbe. És ez mi akkor lett itt vetítve, mielőtt én hazajöttem. Ja, ahogy hazajöttem, én rögtön mentem, nem tudom, egy televízióra, lementünk Debrecenbe az egész crew, és ott mindent megmutattam én, hol volt az üzletem, hol laktam, mit csináltam. Úgyhogy ez megint szerencse. Hiszel is az ezotériába bizonyos tekintetben? Tehát, hogy nem tudom, hogy jó sok látják előre a dolgokat? Ilyen tekintetben te... Nekem két ember elmondta az egész életemet. Te nem hiszed el, elmentünk egy partira, és a feleségem fölállt, hogy gyerekek, megvan a pénzünk, veszünk egy lakást. Hát édesanyám, mindenki gratulált, tapsoltak, jó. És utána valaki megszólalt a társaság közepéből, nem is ismertem ő se engem, és meg ne vegyétek a házat, és a feleségem megint fölugrott, de megvan a pénz! És hát elmentek innen. Na mondom, ez egy jó duma, hogy én tudjak viccelni, mert egy társaságban mindig mondok hülyeségeket, és akkor röhögnek. Mondtam, gyerekek, meg tudnád nekem ezt mondani, hogy ágygolyóval lőnek ki, vagy jön egy speciális helikopter értünk. Azt mondja, nem, ez más lesz, ez valami kis háború lesz, vagy valami, nem tudom. Gyerekek, kitört a harmadik világháború, óriási nevetés minden. És ő mondta, hogy nem világháború, ez egy kis háború lesz. Gyerekek, Magyarország hadat üzen a Szovjetuniónak, egy kis háború, mindenki nevetett. Na, most térjünk a tárgyra. Mondd meg nekem, kíváncsi, hogy be fog jönni, hogy lépem át az osztrák határt. Egy kicsit várt, azt mondta, egy piaci paraszt kosárba egy ilyen pici babával.
És a feleségem megint felugrott, de lehet, hogy eltugrálni. És az én gyerekem lesz. És nem, nem lesz a te gyerek, de ez hamarosan be fog következni. És még ami vége volt ennek az egésznek, és mondja nekem, hogy és te valamit ki fogsz találni, vagy valami, ami teljesen hozzád köt, és millió-millió házba és emberek fogják látni. Hát én nagyon szeretek főzni, és én arra gondoltam, hogy valami reszelőt, tudod, vagy valami darálót fog kitalálni, és ez világhírű lesz. Hát nem tudom, hogy fényképész vagyok. Hát eddig minden bejött. Gondolom 56-ra gondolt. 56-ra gondolok. Tehát az volt, amikor az a kis háború az 56 az lehetett, a kis háború 50. És bejött, hogy a kezedbe egy kisgyerek volt, amikor átlépted a határt? Természetesen, kis paraszt kosárban a barátomnak 10-7-es gyereke volt, és úgy vitte át, de ő beteg lett. Elkezdett hányni, ideges lehetett szegény, és elvettem tőle, és ez a 10-7-es gyerekkel mentem át a határon. Hát ezért ez borzongató dolgok. Na, elmentem a doktor Kossuthányihoz. Ez egy fantasztikus orvos, tenyérből minden betegséget megmond. Én azóta is 50 éve tanulmányozom őt. És ő is, mikor elmentem, visszahívott, és úgy megijedtem, hogy rákom lesz, hogy valami nem mondta, de minden betegségem elmondott. És mondom, valósul, miért hívott vissza? Hát az ilyet én nem csinálok, de magának meg kell mondanom, maga egy fantasztikus jövője lesz. Maga az egész világot bejárja, mindenütt lesz, maga híres lesznek. És tudod, mire gondoltam? Ez a fantasztikus orvos, 20 pengőért kiadja magát cigánynak. 3 hét múlva elhagytam Magyarországot. És bejött a világhírnév is. A másik is bejött, minden. Minden bejött. Hát én laktam egy helyen Los Angelesbe, ahol a Pali 50 éve ezért készpénzé vett egy bérházat. Hát mondom, ez valami gyanús biznisz lehet, ilyen nincs. És akkor elég jobban voltunk, megkérdeztem tőle, mondom, mi ez? Milyen bizniszben voltál te, ez drug business, vagy micsoda? És ma aztán megpofoz. Elég fiatal voltam. Nem, azt én gondolatot olvasok. Hát a feleségem mellettem így, úgy szégyeltem magam, és azt mondta, hogy majd holnap fölmegy, és megmutatom nektek. Hát megint fölhozott egy ilyen nagy üveggömböt. A feleségem megint, így nem, mondtam, nem. És mondta is nekem, de látom, hogy maguk tanult emberek, és ezt csak azért hozom fel, hogy szimbólumképpen. És mondta, hogy gondoljon ki valami fantasztikus problémánkra, és ő megmondja, mi ez a probléma, és azt is megmondja, hogy lehet ezt megoldani. És abban a pillanatban arra gondoltam, hogy ennek vagy a papája, vagy a nagypapája magyar lehetett. Nem hittem bennem, fogtam egy papír szeruzát, kimentem a konyhába, és leírtam egy 10-jegyű számot. Az utolsó szám 5-ös volt, hogy mindig emlékszem, te végigmondta 2-4-5-7-0-0-4-3-4-5, akkor mondom, hogy 5, az utolsó szám 5, de mondtam, komplikált dolgokat írjon le, minden stimmelt, és akkor ő megmondta, hogy az angol királynőtől kezdve az egész világot bejárt, és onnan volt ez a rengeteg pénze. Hát borzongató, valóban. Hát ha a gondolatot ki lehet találni, akkor lehet a jövőt is kitalálják valahogy. Amikor elhagytad az országot, mennyire beszéltél te angolul? Gyakorlatilag semennyire? Ó, dehogy is nem. Elmentünk egy munkaközvetítőhöz, és elvesztettük a cédulát. És a feleségem siránkozott, hogy találjuk meg. Mondom, nagyon könnyű. Ilyen nagy betűkkel ki van írva, hogy Herre Parking. Meg fogjuk találni. Tulajdonképpen ennyire? Ennyi tudtam angolul. De a feleségem 6 évig tanult itt Magyarországon angolul, és mondtam, én meg vagyok mentve. Akkor milyen perspektíva nyílott előtte? Szóval mire gondolkodtál, vagy mind gondolkodtál, mibe bízhattál? A szerencsémbe. A feleségem is az első reggel kimentünk, és megkérdeztem, hogy mondtam, hogy menjünk ide a Paliot kérdezni, hol lehet kaját kapni. Azt megyek. Hóvihar, így, 10 perc, félre jön a felőség. Nem mondom, hol lett fél, és nem tudom. Hát akkor mi az Isten beszéltetek 10 percig? Azt mondja, ez a pasi nem beszél angolul. Nem mondom, jó, nézek én ki, az én angol tudásom, és őt se érti. Hogy lehet állásom? Ez nem szerencsé, ez valami, nem tudom, mi lehet. Szombaton 4 órakor megérkeztem a barátomhoz, amit 2 hónapig kerestem. És egy fél év múlva azt mondja, tudsz egy picit várni, mindjárt jövök. Hát elment, és egy olyan negyed óra múlva jön vissza. Szombat volt.
hogy hétfő reggel 8-tól van állásod. Hol? Azt mondja, itt a szomszédban. Fotózni kellett? Tessék? Fotózni kellett? Fotózni, de az sem volt a főnököm, én tanítottam, hogy kell világítani. Hát ilyen haverok voltunk. Félig voltam csak ott, és én mondtam föl magam. De innen azért meglehetősen hosszú út vezet addig, hogy a Sunset Boulevardon legyen egy meglehetősen jó fotóüzleted. Egy szalonod. Egy pár év volt csak, én úgy fényképeztem, hogy arra meg rögtön annak social security-t, úgyhogy meg tudtunk élni, a feleségem elment, hogy mérleképes könyvelő volt, és elment gyárba dolgozni. És én meg vállaltam fényképezéseket. Szóval soha nem éheztem azért életembe. Az így ment valahogy. Megtanultál angolul, és olyan kapcsolatokra tettél szert, aminek köszönhetően pénzed is lesz. Egy barátom, aki vitt Pesten utoljára, ő volt a állami fotónak a reprezentatívja, meg a szövinek. És oda se figyeltünk, mit mondanak, és hátul azt mondja nekem a barátom, engem ez nem érdekel. Én Amerikába akarok menni, és ott fényképezni gyerekeket. Hát 2 évre rá találkoztunk a Sunset-en, és mondja, Martin, mit mondtam, itt fogunk fényképezni. Akarsz partner lenni? Már ki is vettünk egy helységet. És akkor elindultunk, de neki nem nagyon ment, mert volt egy egyeség köztünk, hogy én csak fekete-fehéret fényképezek, ő csak színeset. Hát én, ez egy piszokság volt részemre, hogy szégyellem és magam bocsánat is kértem tőle. Én tudtam, hogy a színészeknek nem kell fekete színes kép, mert nagyon sokba kerül abból 500-1000-et lenyomatni. Úgyhogy én azért ragaszkodtam a fekete-fehérhez, én már tudtam ezt, hogy... És ez nekem sokkal jobban ment, és ő átment egy másik bizniszbe. A képeket árult, a részkarcokat, minden. A személy többet is keresett, mint én. De mennyit kerestél abban az időben? Én megmondom, hogy még soha életemben nem tudtam, mennyi pénzem van a bankba, és hogy mennyi pénzem van a tárcámba. És még sose írtam túl egy kölcsönt, és én Rolls-Royce-ot vezettem, és a Hollywood Hills-en laktam. És a legdrágább részén a városnak volt az üzletem 40 évig. Hát akkor azért nem dolgozhattál olyan nagyon olcsón. Mennyi volt egy fotózás? Tehát bement oda egy világsztár, akkor azt mennyire fotóztad le? A világsztároknak nincs pénzük, édesapám, vagy túl sokat költenek. A legjobb azokat is fényképeztem, hogy legtöbbet csak úgy meghívtam társaságból, ismertem meg minden. A legjobb biznisz kezdőszínészek és karakterszínészek. Ezeknek sok kép kell. Én egy ilyen kezdőszínészet tudtam fényképezni 3-4 féle képen, úgyhogy kaptak rögtön egy 2 hónapos, fél éves szerződést, és ezek jöttek vissza 2 év múlva új képért, karakterszínészek, valami, volt egy nő, aki minden évben bejött, és ahogy volt egy szereposztás, úgy volt fölöltözve, úgy volt kisminkelve, fantasztikus. És egyszer eljön hozzám egy kínai nő. És bemutatkozom, mindenségre nevetni, Martin, te hülye, ez én vagyok. Egy ilyen szerepre ment rá. Aztán meg is kapta, csináltam róla egy képet, úgy nézett ki, mint egy kínai csaj. Ezek fizettek. $500 kértem, hogy valakit lefizessek. Hát nem most, 20 évvel ezelőtt. Az nagy pénz volt. Az nagyon nagy pénz volt, de én nagyon büszke vagyok rá, mert soha senkinek előre nem kellett fizetni. Csak ha meg volt elégedve? Csak akkor azt mondta, még életében ilyen szép nem volt. Akkor le kellett rakni a pénzt. Tehát ha azt mondta, hogy engem így még nem fotóztak le, akkor kellett $500 fizetni. Ha nem volt megelégedve, és azt mondta, ilyen volt... Köszöntünk, és elmentünk. És ezért még képet se adtam, csak 3 proofsheetet. Ahhoz, hogy bekerülj a legnagyobbak közé, tehát a John Wayne kategóriákat tud fotózni hivatásszerűen, ahhoz az kellett, hogy... társaságba járj, megismerd ezeket az embereket, lehetőséget kapj, lefotózd őket, és kiderüljön, hogy te jó fotós vagy, vagy annyira jó fotókat csináltál, hogy előbb-utóbb a felső 10 000, a szupergazdagok, a sztárok rájöttek arra, hogy érdemes Szipál Mártonhoz menni. Ennek vége volt sajnos, mikor én kimentem, mert régen, emlékszel, ilyen 18-24-es fényes papíron aláírta valaki, Jumbel, és ezt adta. Ez megszűnt. Volt nálunk is egy éves depresszió, minden leállt, és én a 20th Century Fox prezidentjével nagyon jó barátság voltam a család, és mondta a feleségét, menj el a gyárba, keresd meg ezt és ezt az embert, és ez neked fog állást adni. Hát megtalálom a Paldit, rám néz, és a művész úr. Hát mondom, jöttem valami állásért, mert a, hogyha küldött, megint név.
Atya, ne haragudjunk, hát maga egy művész. Tudja, milyen képek kellenek nekünk? Ilyen amatőr géppel fényképezték a sztárokat, és gombostűvel volt oda tűzve a falra. Szerintem, hogy ilyen képek kellenek a sztár, hogy ki kicsoda. Hát mondom, az a 18-24-es, hogy alá, szóval felejts el, ilyen van, évek óta nincs. Úgyhogy nekem van egy csomó sztárképem, akit társadalmilag ismertek. Volt egy pár, akire még sose készült jó kép, az fizetett is. De a legtöbb az haver lett, előtte haver volt. Melyik sztárról csináltad a legjobb képet szerinted? A legjobban sikerült fotód melyik? Melyik sztárról? Hiszen a két legszebb nő volt az Olivia Hussey, a Róma és Júliában Júlia, de én már 30 éves volt, és a Margot Hemingway. Én most ki van az a két kép egymás mellett, és csak úgy néztem a lakásomban, na az is eszem, ez a két legszebb nő, akit fényképeztem. Azért Priscilla Presley se volt egy utolsó a Pazia, szépség. Volt, tehát nem is volt színész, nem volt modell. Ő maga tervezte a ruháit, ő varatta meg, és ő árulta, szolicitálta, és ő modellezte. Én mindig azt mondtam, hogy nem színész, ő nem modell, ő egy grófnő. Az apja repülőezredes volt, vezérkari ezredes, hát mint egy grófnő, az úgy beszélt, az úgy viselkedett, az az egyik legjobb modellem. Fantasztikus, milyen jó képeket csináltam. Velük ott a szalomban, munka közben. Tessék? Velük ott a szalomban, munka közben. Azért nem voltál annyira bűbájos, gondolom, ott azért szigorúnak kellett lenni. Tehát ott a feltételeket te diktáltad. Ha egy ilyen nagyságnak is azt mondtad, hogy most már pedig így kell nézned, nem úgy, ahogy te gondolod. Ez volt a kivétel. Én meg is mondtam előre nekik. Én legalább 15-20 percig beszéltem az emberekkel, hogy mi fontos, és mi legyen, és mi lesz, és hogy fényképezek. És utána kezdtem el, de ha valaki nem csinálta, amit én mondtam, én a bárki lehetett, én ordítottam, és veszekedtem, és kiabáltam. A legtöbbre kiabált modellem most 2 méterre fölhúzattam, csak hogy nézzek rá, mert annyit veszekedtem vele, mindig úgy akarta, hogy ő akarja. Na, a képek úgy kell, hogy kinézzem, hogy én akarom. És mindig érvényre is tudtad juttatni az akaratod én módról. Érvényre is tudtam juttatni az akaratomat. Mert én, ha kellett, én 5-6-szor oda mentem a modellhez, hogy a kisujját megigazítsam. Mert egy kéznek, szemnek kell lenni, mint az arcnak. Nagyon egyszerűen föltéve a kérdés. Szerinted mi volt a te titkod? Jobb voltál, tehetségesebb voltál, szorgalmasabb voltál, mint mondjuk a többiek, mint a pályatársaid? Én nem gondolom őszintén, én 6 éves, 10 éves koromban láttam egy Hollywoodról képeket a sztárok. És akkor megkérdezem az apámtól, hogy ott miért nem tudnak fényképezni? Azok mind rosszak voltak. És akkor az apám azt mondta, hogy már aki jó volt, az a filmstúdióban dolgozott. Hát nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, de én már 10 éves koromban láttam, hogy azok nem jó képek. És amilyen képeket én csinálok, olyat nem csinált senki. Az én képeimre most is hazahoztam, egy festő, meg egy szobrászbarátom megnéztem, azt mondja, nem fényképez, mind grafika, amit te csinálsz. Mert minden grafikai szabályt alkalmazok minden képemnél. Amiben nincs grafikai szabály, az szerintem a snapshot, olyat, amit mindenki csinál, amikor 3 gépe is van. Ezt is édesapától hallottad? Hát természetesen az apámtól tanultam, de aztán rájöttem, először mindig ellene voltam, mindent ellene csináltam, amúgy is jó volt, jó ízlésem. De aztán rájöttem, hogy ő úgy világított, mint én most, és itt Magyarországon sem nagyon akarják bevenni. De a legjobb világítás, ami a Montmartre-on a stúdiókban van. Egy 10 méteres ablak, egy fény, és ott nem voltak spotlámpák, bengek, derítők, beauty lámpák, és azt a Mona Lisát elég jól megfestették, nem? Hát minek kellene jó fény? És én most is úgy fényképezek, mióta kezdtem, hogy most egy ilyen nagy 10 méteres ablakon van, mint egy Montmartre stúdiónak, ha meg nincs egy 14 méteres ablak, az sztróbbal meg lehet világítani, és az olyan lenne, mint hogyha egy ablak lenne. És én az egy fényjel fényképezek. Ezt a 40 évedet, amit ott Hollywoodban töltöttél kinn, ezt úgy kell elképzelni, hogy jószerivel partiról partira jártál? Tehát bulihegyek, élhajhászat, fényűző életmód? Ó, én ahol meghittak partikra, én mentem, engem ismertek ott, és a végén már az is untam. Meg lehet unni? Tehát még a partikat is meg lehet unni? Hazajöttem, én 3 évig minden este kimentem táncolni, bulizni. De aztán 3 év után rájött, ez mindig ugyanazok az emberek vannak ott, hát mi van, mi jó van ebben kimenni. Még itt Pesten is jártál táncolni? Itt Pesten, ja.
Rokisztál? Tessék? Rokisztál? Persze, volt, még két-három lány is hozzám jött, az hármasban táncoltunk, én imádtam, én nagyon táncolom. És hogy kell elképzelni ezeket az amerikai partikat a szupergazdagok relációjába? Tehát úgy néz ki, mint ahogy egy filmnéző elképzeli? Tehát koktélruhában, medence partján szupergazdagok beszélgetnek? Van olyan is, de nem nagyon öltöztek most már úgy föl, mint nagyon régen, mint az én időm előtt. De most is voltak helyek, ahol gazdagok Beverly Hillsben, meg Bel Airben, ott föl voltak öltözve. És nem tudom én, filmesztelen lányok szolgálják fel a pezsgőt? Hát én még mondom, ilyet nem láttam, de én, mielőtt az üzletet nyitottam, én a Biscuit Google mellett laktam, hát ott ilyen rácsokban filmesztelen lányok táncoltak, de én ott még nem láttam filmesztelen lányt. Kikkel partisztált együtt, mondjuk úgy a nagyok közül? Kábíts el minket a tekintetben, hogy... Én nem tudom a neveket, amikor kérdik a könyvem, bele akartam hozni most a könyvemet, nem most kaptam 2 milliót egy könyvért, de nem is nagyon raktam bele sztárokat. Mert nekem mindenki azt mondja, hogy az emberek azt beszélik, hogy a Martin csak gyönyörű sztárok fejét tudja lefényképezni. Hát én az egész világot, minden nagyvárosban, Hongkongtól kezdve, Bangkok, Tokió, mindenütt fényképeztem divatot. De itt azt beszélik róla, én csak a sztárok fejét. Úgyhogy ez a második könyvem jött ki, és egy vagy két sztár van benne. A Jamin benne sincs a könyvemben például. Csak hogy megkontrázzam, hogy ez nem igaz, mert én a sztárokon kívül mást is fényképeztem, mert én meg akartam jól élni. Jól éltél? Sok pénzed volt? Én sose tudtam, mennyi van a bankban. Nekem mindig annyi pénzem volt, ami pont szükségem volt. De azt mondtad, hogy Rolls-Royce-szal jártál, Beverly Hills-be laktál. Mennyire volt ez kirívó abban az esetben ott Hollywoodban? Tehát azokhoz képest is egy gazdag embernek számítottál? Hát ott mindig azt hitt, hogy gazdag vagyok itt, és az átlagnál én sokkal jobb több pénzem volt. És nekem volt egy óriási szerencsém a lakbéremmel is. Tudnék, mikor megjött, kivettük azt, hogy mi magyar menekültek voltunk. És akkor a házigazda bejött, és kiadta a lakbért, és azt mondta, hogy $260. Hát az akkor is nevetségesen kicsi volt, de Amerikában az van, hogyha megy a biznisz, akkor jövőre fölemelik duplára, megint minden évben duplára. És a következő évben eljött, azt mondta, hogy azért jöttünk el, mint ez a szokás Amerikában, hogy minden évben megduplázzuk a bért. Hát akkor rögtön mondtuk, hogy mi nem tudjuk kifizetni. És sajnált minket, én azt hiszem, egy nagyon gazdag ember volt, egy milliómos. Itt a kezem, nem fizetnek többet sose. Úgy képzeld, hogy 20 év múlva fölhívott a felesége, és a Martina férjem meghalt. Hát mondom, fogadja részvétem. Azt mondja, nem azért hittem, csak azért hittem, hogy én mindig emlékszem 20 év után is, hogy a férjem kezet adott magának, hogy nem emeljük fel a lakbért $265. De azt mondja, egy kérésem van, meg nem merje mondani a szomszédoknak, mert ő 2500-at fizetnek kisebb felsége, mint a maga. Ebben is óriási szerencséd volt. De nem ez volt a szerencse. Hát ha valaki Los Angelesbe $265 lakbéres üzeme van, az nagyon pici adót fizet. Hát én mindent bevallottam volna, és az én lakbérem $2500 lett volna, akkor nekem legalább 5-10 dollár adót kellett volna fizetnem. De én $265 lakbér adót fizettem, remélem az amerikaiak nem hallják. Hát nem hiszem magam, hogy gondolom. Egyébként nem akarok a zsebedbe turkálni, de vagyonos emberként jöttél haza Amerikából? Ó, hát az már nagyon régen volt. Az nagyon régen volt, és én hazajöttem, megmondom az a helyzet, hogy a dollár 330 volt, vagyis 33 volt. Most pont a fele. Én abból úgy kijöttem, ahogy akartam. Annak az egy harmadába került a lakbérem, meg ezek. Hát most már éppen elég a lakbére, meg a rezsire, meg a kajár, de semmi extra nincs. Tehát nagy tőkét nem halmoztál fönn? Ó, én hál' Istennek mindent, amit kerestem, gyorsan elköltöttem. El is költötted? El is költöttem. Gyakorlatilag semmi nem maradt? Ma, persze, hogy maradt. Hát még mindig van, én öregségem, nekem a férjem van téve pénzem. De én odaki nem spóroltam, nem csináltam ezt. Én azt hiszem úgyis, hogy 100 évig élek, és majd csak valahogy meg lesz, és eddig még mindig valahogy megvolt, most miért változna ez meg? Azt csak irigyeit terjesztik, hogy tulajdonképpen azért kellett hazajönnöd, mert a végén borzasztó drágán dolgoztál, $4000-5000 is kértél egy képért?
$500. Jó, albumcovert, azt 2500-ért csináltam egy albumcovert. És hogy a végén már annyira nem ment a bolt? Annyira drága volt? Ez nem igaz? Nem igaz, ez nem igaz. Ne, ott is már akkor a Carter megmondta, volt egy nagy beszéde, hogy most menjünk lefele. És azt mondta, hogy se Amerikában, sehol a világon olyan élet, mint amikor én kint voltam a háború után, olyan élet, hogy mindenkinek a legdrágább kocsija, háza van, és úgy él, mint a király, utazik, ez megszűnt, ilyen többet nem lesz. Se Amerikában, se máshogy. És én már akkor kezdtem érezni, hogy minden megy le, dolgok drágulnak, és nem tudom. Nem is gondolkoztam azon, hogy ki meg Amerikában, hogy nem nagyon gondolkoztam. Ja, és még egy 20 évvel együtt éltem az utolsó feleségemmel, és ő meghalt. Ez is hozzájárult. Szóval egy csomó dolog, nem csak egy dolog miatt. 5 feleséged volt, ugye? 5 feleség. És mind az 5-től elváltál. Hát nem, persze, ez bigámia, te valand vagy. De azt mondta valahol egy okos ember, hogy aki egyszer... Ennyit plegykálnak rólam az Isten. Az nem olyan nagy baj. Mit fog az mondani. Nem olyan nagy baj. Azt mondta egyszer egy okos ember, hogy aki egyszer elválik, és utána újra megházasodik, az nem is érdemli meg, hogy elválasszák. Te 5 házasság de után... Minden feleségem barát volt egymással, ültülte a kapcsolat. Kivéve a magyar, az nem. A kinti feleségén mind barát volt egymással. Egymással annyira jó barátságot ápoltak, hogy beavatódtak egymás életébe is? A pszichológiát tanultam volna, szóval a szex az 4 évig tart. Ez a feromont. 4 év után nincs. A szeretet és a barátság az öli meg a szexet. És annyira megszerettük egymást, és olyan jó barátok lettem az összes feleségeimmel, hogy mi tartottuk a barátságot. A 4. feleségem Svédországban van, oda ment vissza, minden hónapban beszélünk. Most mondta, nincs pénzed, küldök pénzt neked, gyere le. Már most mennék le 3. Svédországba, olyan jobban voltunk. Gáláns voltál a nőkkel? Vagy miért gáláns voltál, nagyvonalú voltál a nőkkel? Hogy miért szerettek téged ennyire a feleségeim? Én is szerettem őket. Ez volt a titka? Nem trükk. Ha én szeretlek téged, automatikusan te szeretsz engem. Ha őszintén szeretlek, te is akkor őszintén engem szeretni fogsz. Én beiszek. De tudtál bánni a nőkkel világéletedbe, ugye? Hát nekem kellett tudni, hogy az én képem úgy néztek ki, hát az nem a fényképezésem volt jó. Én mindenki meg dumáltam meg majd. Tőlem, ha megkérdezték, hogy mit csinálsz? És sem mondtam, hogy fényképész vagyok, vagy fotós, ahogy itt mondják. Én elmagyaráztam nekik az egész dolgot. Bejött a csaj, megcsináltam a sminkét, megcsináltam a haját, megmagyaráztam neki, hogy néz ki jó, gyakoroljuk, a filmet is így csinálják, és akkor már elég jó volt, akkor elkezdtem fényképezni. És az én arcommal mutattam meg, hogy mit akarok, hogy mennyire mosolyogjon, hogy húzza fel a szemöldökét, és elmagyaráztam nekik, hogy én úgy fényképezem, hogy ők megnézik magukat a tükörbe. És ha a tükörben nézik magukat, megkérdem tőlük, ha 1 millimétert elmozdulsz, akkor már nem tetszel magadnak, és igazad van. Igaz, amikor a legjobban tetszel magadnak, és kipróbálod neki 1 millimétert odé, de abban a pillanatban visszaveszed, te is, igaz? Mert az milliméterek számítanak. Tudni, az egész fényképészet és egész művészet semmi más, mint a világ mindenség matematikáját vizuálisan látni. Mi úgy vagyunk be, mióta... Geometria? Geometria. Azt látjuk. Hát most, hogy megállapították az MRI masinát, betették a fejünket, megállapították, hogy a szinapszisok az agyunkban a geometriai szögben mozognak, és általában minden geometria. Amíg egy stadisztam adta aranymetszést, Krisztus előtt 1500-ban már a matematikában benne voltak, a komputer aranymetszéssel van megcsinálva, minden gyümölcs, virág aranymetszésben van, minden mag aranymetszésben van. És itt Pesten tanítják, szégyellem, nem tudom, hogy hallottam vissza, hogy azt mondták, ez egy közhely. Ezt olyan rég csinálják, annyian csinálják, nem fontos. Ez a legfontosabb, ez is aranymetszésben van. Az első 1/3. Több nősülés nem lesz? Tessék? Több nősülés nem lesz? Hát én egyiket sem terveztem, de csak úgy jöttek az is. De rákaptál az ízére azért, aki 5-ször nősülésre adja a fejét, én nekem semmit nem terveztem, semmilyen nem harcoltam. Ahogy esett, úgy puffan, rábíztad magad a sorsra? Na, a sorsa. Valaki megkéri a kezemet, és igen, mondanám? Van egy kis pénze is.
udvarolsz még a mai napig, szóval... Én nem udvarolok, hanem egy csomó, én nekem az a véleményem, én tőlem tanulhatnak, mert nekem minden barátom az unokám lehetne. Sőt, amikor hazajöttem, akkor kimondtam, hogy 30-on fölül, vagy 70-en fölül, vagy 70-en alul nem lehet hozzám jönni. Mi a baj a köztes korosztállyal? Mi a baj a köztes korosztállyal? Hát a középső korosztály az meg lehet fertőzve itt 50 évig. Ez akkor nem tudok beszélni. Nem is értem, mit mondanak. Milyen értelemben lettek megfertőzve? Hát tudod, nem akarok egy viccel, most, hogy tudod, a Mars fölébred éjjel, és fölrázza a feleségét. Azt mondja, anyukám, hogy olyat álmodtam, ismered? Nem. Olyat álmodtam, hogy az világot meg lehet váltani. És a feleség mondta, hogy csak nyugi, csak egyre nagyon vigyázz. Nehogy egy államrendszert csináljon valaki belőle. Ezt a vígkedét? Tessék? Ezt a vígkedét, ezt a derűt, ezt soha nem hagyod el? Tehát az életednek egyetlen szakaszában se volt olyan pillanat, amikor úgy nagyon nekikeseredtél volna? Apámmal beszélgettem. Gyerekkoromban. 50 éves koromban bocsánatot kértem tőle azt a sok hülyeséget, amit mondtam neki gyerekkorában, mert 50 éves koromban rájöttem. Hát ő Bengel világított, amit most árulnak 70 évvel ezelőtt, befalasztotta az üveg plafont, és úgy világított, mint én most, 70 évvel ezelőtt. Rájöttem, hogy neki sokban igaza volt, és hogy érdemes volt Münchenbe kimenni tanulni. Ma hogy élsz Budapesten? Ma is próbálod azt az amerikai életformát követni? Tehát ragaszkodsz például dolgokhoz, amit Amerikában megszoktál? Márkákhoz, ruhákhoz, italokhoz, vagy ez egy egész más életforma, vagy létforma is Pesten? Én ragaszkodtam, én semmi ez, mert tudtam, hogy egy jobb márka többe kerül, de az nem jobb. De különben is az én étkezésem nagyon egyszerű. Én reggel eszem, és esetleg este egy kicsit. Reggel kimegyek, és itt különböző reggelim van. Az 5 tojás az mindig belemegy az oysterizerbe. És utána vagy beleteszek brokkolit egy makléba, vagy egy fél fagyasztott spenótot, vagy sóskát, vagy két körtét, beindítom, és annak olyan íze van, mondjuk a fiam vendégségben nálam volt, azt mondta, hogy alig várta a reggelt, hogy ezt megígja. Szerintem másra nincs szükséged. Estére egy kis szénhidrátot ettem. Meg a sok C-vitamin, szerintem elírtak ott valamit, azt olvastam, hogy 14 éven keresztül... 14 évig kaptam 120 ezer milligram C-vitamint. 14 évig. Már de 14 év alatt kaptad ezt a 120-valahány ezeret. Ja. Nem 100, 1200 milligrammot. Én most is beszedek valamit, majdnem. Tízet beszedek egy nap. Ez hatalmas adag, nem? Ha jól számolom? Hatalmas adag. Ha híreket figyelsz, akkor meghallod, hogy rákot akarnak most vele gyógyítani. Olyan előhalott állapotban vannak a kísérletek, hogy valószínűleg sikerülni fog. Ennek a számlájára írod ezt a kirobbanó formát? Nem, nekem oda ki nem tudom, miért mind orvos, meg professzor barátaim voltak, és itt jöttem rá, miért? Tehát mind amerikai második orvos milliómos. Jobb felszerelésük volt, mint nekem, csak nem tudtak fényképezni. És ezek mind jöttek hozzám, hogy tanítsam meg fényképezni. Hát persze, hogy nem tanultak meg, de a legjobb barátok lettünk. Én Dili vagyok, nekem mind Seattle professzor barátaim voltak. Volt egy debreceni barátom, az 20 év volt Kolumbián professzor. Ő volt a legközelebbi barátom, 3 év volt UCL-in, és ő volt a World Clinic egyik igazgatója. Úgyhogy egyszer viccelt is velem. Marti, most ment tönkre a gyáram New Yorkba, de nem ment volna tönkre, kifizettem volna neked 2,5 évet a UCL-én. Hogy hagyj engem békiben a kérdéseiddel. Nagyon sokat tanultam tőlük. Egyébként, ha találkozna a tizenvalahány éves, vagy huszonvalahány éves Szipál Marcika, a mostani Martinez Martina, mi a legnagyobb különbség a két ember között? Én mindig ilyennek éreztem magam. Most idegesebb vagyok, semmi miatt. Azon túl semmilyen különbség? Nem hiszem, én ugyanígy gondolkoztam. Vállalod akkor ott, kimondhatom, hány éves vagy. Én 2 év múlva leszek 90. És ez a fülednek sok, kevés... Én nem tudom, én jobban nézem most magam, mint 50 éves koromban. Nem szeretnél 25 éves lenni? Isten ments! Jól érzed magad a bőrödbe, táncolsz, bulizol, azért bulizgatás még mindig megmarad. A buli van, arra még elmegyek, tudod? De inkább hozzám jönnek. Az van, hogy inkább hozzám jönnek az emberek. Azért, ha ez a 25 éves
Szipál Marcika találkozik egy jóssal, és ezt mind így végighallgatja, de úgy, hogy tényszerűen leírva, hogy John Wayne-t fogja fotózni, nem csak általánosságban elmondva. Azért dobbant volna egy nagyot a szíved, nem? Szóval ezt még magad se hitted volna. Biztos, hogy nem hittem volna, mert addig, nem, addig is nagyon szerencsés voltam dolgokban, a hadifogsággal. Én nem voltam bevetve. Tudni, az apám nagyon okos ember volt, és azt mondta, hogy én már 18 éves koromban el akartam menni repülni, mert vitorláztam minden, szóval nem még, majd én szólok. És az öreg olyan okos pali volt, mikor Leningrád elesett. Szóval most már elmész. Kiképeznek, annyit repülsz, amennyit akarsz, de te sose leszel bevetve. És az öregnek az istenit én mindig lenéztem minek az agya, hogy ő gondolkozott, nem ő másképp gondolkozott, mint más. És igaza volt. Tervezel még, ugye? Tessék? Tervezel még. Tehát nehezen tudlak téged elképzelni, hogy korodbeliekhez hasonlóan kinnülj a padon és sakkozz a téren. Tehát te még jó pár évig szeretnél ezt az életformát követni. Hát, és a múlt héten voltam Kaposvárot lefényképezni egy festőt a katalógusához. A hétvégén voltam Nyíregyházán, egy kiállításra voltam meghívva, az én képem is rajta volt, rólam készült kép rajtam volt, a Sandra Popova. Őneki volt egy kiállítás, ezt ismerem. Ő volt az egyetlen ember, aki a kiállításomon, ami most a van dizájnban van, minden képemet elmagyarázta, hogy van megkomponálva. Elájultam, de aztán rájöttem. Hát ő tanult, amikor táncolt, egy Kossuth Díjas táncosnő, tanulta, hogy hogy kell megállni minden. Elájult, nézte a táncképemet, az mind geometria volt, divatképeim az mind geometria volt, és ő mind megmutatta nekem. És először el voltam ájulva, de aztán rájöttem, hát ez suliba tanultam, hát azért ő a legjobb az operában. És most neki volt egy kiállítás a Wednesday, ott voltam. Hónap megyek zsűrizni Debrecenbe, és a jövő héten is lesz valami, de nem tudom, be vannak csak nekem úgy írva. Rengeteg dolgot van, szóval rengeteg, mozogsz, hál' Istennek. Örök mozgóként. Én úgy féltem, hogy hazajövök, így rágni fogom a körmemet a nappalimba. Mit kívánjak még neked a következő 10-15 évre? Szeressenek az emberek. Ezt kívánom. És mentől többet rosszat mondjanak a fényképészek. Én nagyon büszke vagyok. Az a siker egyik ismérve. Mert a hülyékre nem féltékenyek az emberek. Hát akkor maradjunk ennyiben, és nagyon, maradjunk sok, nagyon sok mindenbe szeretnék cserélni veled. Akár csak napokra is. Örülök, bár el lehetne ezt adni. Szervusz. Nagyon jó volt az interjút, de többet tudsz rólam, mint én. Te tudsz rólam.